Egy édesanya gondolatából karácsonyi vásár. Így született meg a varázslatos adventi készülődés Öreghegyen adventi programsorozat. Az Öreghegyen élő hegyváriné Kucsera Georgina imádja a karácsonyi készülődés időszakát, viszont három gyermekes anyukaként nehezen oldja meg, hogy a belvárosig eljussanak a vásárba, és körbejárják a főutcát. Ezért úgy döntött, megteremti a karácsony varázsát saját közegében, és a Késmárki Közi Parkban megszervezte a vásárt. Megkerestünk helyi megyei termelőket, kézműveseket, hogy csatlakoznának-e hozzánk itt az Öreghegyen. És mindenki nagyon nyitott volt, nagyon nagy örömmel jöttek is, akiknek még volt szabad időpontjuk, mert ugye sokan már elígérkeztek máshová, de azért szerencsére többen csatlakoztak hozzánk. Illetve az öreghegyi lakosok, vállalkozók is nagy örömmel támogatták ezt az egész kezdeményezést. A vásár december 8-án nyitotta meg kapuit, és egészen a karácsonyi ünnepekig minden pénteken és szombaton várja az Öreghegyre látogatókat. Az ünnepélyes megnyitón a Csiperke óvoda és Családi Bölcsöde óvodásai által készített adventi koszorú első két gyertyáját Varga Tamás országgyűlési képviselő, Tornyai Gábor plébános, valamint Róth Péter alpolgármester és Horváth Miklós Csaba a körzet önkormányzati képviselője gyújtotta meg. Óriási nagy dolog, hogy ennyien összejöttünk, ennyien eljöttek, és fontosnak tartják, hogy együtt legyünk, egy közösség alakul itt reményeink szerint nem csak a következő péntek szombatokon, hanem a következő években is, hiszen van a nagyfehérvári vásár, de fontos, hogy kisebb közösségek itt találkozzanak, összejöjjenek. A kicsiket az első péntek alkalmával maga a Mikulás látogatta meg, a következő hetekben mézes kalácsház díszítő kézműves foglalkozással és interaktív gyermekműsorral várják a gyerekeket, a felnőttekre pedig minden héten helyben sült finomságok és forró italok várnak majd az Öreghegyi Késmárki közben.